Sziasztok, Balogh Petya vagyok, ez az igényesférfi.hu 8. szülinapi adása, ahol engem is meghívtak. Érdekes formátum lesz, azon spórolnak, hogy nem kérdez tőlem senki, magamat kell kérdezzem, itt vannak a kérdések, és ezekre fogok nektek válaszolni. Tartsatok velem! Ki volt rád a legnagyobb hatással, és miért? Hát egyértelműen a szüleim, ők mind a ketten villamosmérnökök, és tőlük kaptam azt a világlátást, azt a gondolkodásmódot, ami utána meghatározta az életemet. Őket talán néhány számtech tanárom követi, akik meghatározóak voltak, és akik kihatottak utána a nagy mértékben a karrieremre. Az nagyon sokat számít szerintem, hogy gyerekként legyen valaki, aki hisz bennünk. Legyen valaki, aki elhiszi rólunk, hogy mi valami klassz dolgot fogunk csinálni, hogy mi valamiben tehetségesek vagyunk. Úgyhogy szerintem, akiknek nagyon sokat köszönhetek, az a pár ember volt, aki hitt bennem. Hogyan definiálnád azt a szót, hogy siker? Hát így definíciósan az egyik, ami szerintem nagyon fontos, hogy a siker az nem ugyanaz, mint a teljesítmény. Amit belerakunk, amennyi munkát belerakunk, amilyen jól csináljuk, az a teljesítményünk. A siker az, amikor ezt a külvilág visszaigazolja felénk, és ahhoz, hogy ezt a sikert ezt elérjük, az a teljesítményünknek látszódnia is kell. Úgyhogy talán az egyik, amiért azt hiszi rólam mindenki, hogy sikeres vagyok, az, hogy a teljesítményemet igyekszem kommunikálni. Igyekszem megmutatni azt, hogy mit értem el, hogy mit csinálok, hogy kivel foglalkozom, és talán ez adja azt, hogy így kívülről nézve sikeresnek tűnök. Döntés, stratégia vagy intuíció? Haha, hogyan, milyen folyamat vagy stratégia alapján hozol döntést? Én nagyon agyalós vagyok, én mindig mindent kielemzek. Ez azt jelenti, hogy miután meghoztam egy döntést, akár még évekig gyötrődöm rajta, hogy ez volt-e a jó döntés, és még a mai napig emésztem azokat a vezérigazgatói döntéseket, amiket most már több mint 6 éve hoztam az NNG élén. Ez viszont azt is jelenti, hogy nagyon sok témában van kiforrott véleményem önmagamról, igyekszem minél jobban megismerni a saját működésemet, és azt, hogy mi szokott félrehúzni egy-egy döntési helyzetben, hogy ezt valamennyire megtanuljam idővel kompenzálni. Úgyhogy azt gondolom, hogy kell hozzá egy jó adag intuíció, és minél tovább vezetünk céget, vagy csináljuk a munkánkat, annál erősebb lesz, és annál okosabb lesz ez az intuíciónk is. Úgyhogy ezek nem külső űrvilág, vagy világűrből érkező jelek, hanem ez a saját tapasztalatunk, ami így alulról jön, és néha helyettünk már jobban tudja, de azért ezt érdemes mindig tudni, hogy hol tévedhet. Szerinted mit jelent a jó döntés? A vállalkozói életút első 10 évében többet vagyunk az arcunkon, mint a lábunkon. Azaz rengeteget hibázunk, rengeteg mindent elszúrunk, és utána ezekből jó esetben tanulunk, és megpróbáljuk újra és újra és újra, és akkor idővel már hozunk jobb döntéseket is. Úgyhogy én elég sok mindent szúrtam már el, ment pár cég csődbe, amit vezettem, vagy kellett lehúzni a rólót. Az első pár angyal befektetésem és az első pár startupolva beszálltam, ők is viszonylag hamar lehúzták a rólót. Volt egy vállásom, és hát követtem el mindenféle bakit, de hát így szép az élet, nem? És talán az egyik nagy tanulság nekem, hogy igazából tanulni, valamiért mindig csak a saját bőrünkön tudunk. Olyan nincs a valóságban, hogy elolvasunk mindenről sok könyvet, és akkor tudjuk. Olyan van, hogy kipróbáljuk, arcra esünk párat, felkelünk, újra próbáljuk, és megértjük így belülről is, hogy igazából hogy működik a világ, és akkor már tudunk jobban működni. Nem fogunk mindig jól dönteni, olyan nincsen, hogy mindig jól döntsünk. Egy volt kollégám mondta azt, hogy én lehet, hogy 10-ből csak 6-szor döntöttem jól, vagy 5-ször, viszont döntöttem, és amikor rosszul döntöttem, azt hagytam, hogy minél előbb kiderüljön, és tudtuk korrigálni. Úgyhogy szerintem az sokkal nagyobb probléma, hogyha valamelyik témában nem döntünk. Ha döntünk, akkor kiderülhet, hogy rosszul döntöttünk, akkor még általában tudjuk korrigálni. Úgyhogy a jó döntés az, amiről később kiderül, hogy jó volt, de hát ezt előre nehéz megmondani. Mi az a legfontosabb dolog, amit azelőtt tanultál a pénzről, hogy befektető lettél, és mi az, amit utána? Igazából a pénzre mindig úgy voltam, hogy nem maga a pénz érdekelt. Az valamiért, és lehet, hogy csak szerencsés véletlenek során,
mindig az alakult ki, hogyha csinálok valami jót és értékeset, és egy picit gondolok, legalább egy picit gondolok arra, hogy ebből hogy lesz pénz, akkor egyszerűen azért, mert valami értékeset csináltam, a pénz mindig kitalálja önmagát. És mindig megtaláltam azt, hogy abból, amit szeretek, amit élvezek, és amiben jó vagyok, abból tudjak pénzt csinálni. Befektetőként ugyanezt látom, és talán abban térek el a legtöbb befektetőtől, hogy egy kicsivel kevésbé érdekel a pénz. Nyilván, ha már pénzt fektetek be, akkor szeretném azt látni, hogy az megtérül, viszont nem ez az egyetlen motivációm, sőt, talán azt gondolom, hogy nem is a fő motivációm. Sokkal jobban izgat az, hogy melyik csapattól mit tanulhatok, sokkal jobban izgat az, hogy velük mi fog történni, a vezetőnek az életútja, illetve az, hogy miben tudok nekik esetleg segíteni. És akkor úgy mellesleg ott van, hogy persze, hogyha amit csinálnak, az bejön, akkor annak legyen egy jó társadalmi hatása, és nem mellesleg, hogyha az nagyra nő, akkor nekem megéri anyagilag. De talán még mindig nem a pénz körül forog az életem, ami fura. Hogyan fér össze a CEO és az ego? Hát cégvezetőként azért kell legyen az embernek valamennyi önbizalma és valamennyi egója. Valahol egy kicsit a cégvezetés arról is szól, hogy önmagunkat valósítjuk meg, és a terveinket, a vágyainkat, az eszményeket, amiket megtestesítünk, azt egy egész szervezetre kivetítjük, és őket próbáljuk abba az irányba húzni, tolni, irányítani, amire mi menni akarunk. Úgyhogy biztos, hogy kell hozzá egy jó adag ego, viszont hogyha ebből túl sok jut, akkor azt gondolom, hogy abból lesz baj, mert hogy jó esetben egy klassz, erős, működő csapatot akarunk felépíteni. Úgyhogy ha túl sok, az is baj lehet, de azt látom, hogy az is baj, ha túl kevés. Mikor mondták rá először azt, hogy sikeres vagy, és te mikor merted először kimondani? Nem tudom, annyira az, hogy így... Mikor mondták rám, annyira sosem érdekelt. Mindig szerettem volna másoknak valahol megfelelni, de inkább abban, hogy amit csinálok, annak az eredménye jó legyen. Tehát például az nagyon motivál, bármi is legyen az, valamit csinálok, és azt mondják rá az emberek, hogy hú, ez de klassz volt. Az, hogy rám mondják azt, hogy sikeres, nem tudom. Én annyira nem tartom magam még sikeresnek, inkább van egy ilyen kattanás, ami reggelente azzal kelek fel, és az a gondolat éltet, hogy még a java hátra van. Hogy már csináltam kisebb dolgokat, némelyik már vállalhatóra is sikerült, de hogy az igazi nagy dobásom az még majd csak ezután fog jönni, és nem biztos, hogy tudom, hogy az mi lesz, de már annyi mindent tanultam, és annyi mindent megtapasztaltam, és annyi klassz embert megismertem, hogy valószínűleg ebből még összejön majd egy igazi jó sztori is idővel. A 21. századi férfi legnagyobb kihívása. Hűha! Szerintem azért van egy komoly identitáskrízis most férfiként, ugyanis a klasszikus férfi szerepek kezdenek megkérdőjeleződni, a klasszikus női szerepeket kezdjük lebontani. Szerintem van egy ilyen bizonytalanság a legtöbb férfiban, hogy akkor most mit várnak tőle, vagy hol van az ő helye, vagy hogy tud ehhez idomulni. Én azt gondolom, hogy ebben még van kitalálni való, hogy amiben mi felnőttünk, és amit láttunk az előző generációktól, annak egy jó része ma már nem PC. És megtalálni azt, hogy lehetünk férfiak, és mégis korrektek, de szerintem haladunk ebben. Szerintem ezt így együtt tanuljuk, együtt értelmezzük újra a világunkat, és ez egy jó dolog. Boldog szülinapot!